Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Öt aranyérmet szerzett a magyar úszóválogatott a világbajnokságon. Erről fogunk beszélgetni, illetve az ott történtekről dr. Sós Csabával, az úszóválogatott szövetségi kapitányával, akinek köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó estét kívánok. Az egy kicsit azért rossz érzés volt, hogy nem csak az aranyérmekről szólt az elmúlt egy hét, hanem a kenderesi ügyről is, már annyi mindent hallottunk, megolvastunk róla, hogy én nem akarnék ebbe mélyebben belemenni, hanem a bölcsességet, bölcsességedet szeretném egy kicsit igénybe venni. Ha nem mint szövetségi kapitány, hanem mint édesapa kellene most mondod, mondanod neki valamit, akkor mi lenne az az egy mondat, amivel elengednéd a jövőbe ezt a fiatalembert? Összetett, bővített mondat lenne az. Az egyik az, hogy a másik oldalon is álltunk egy nagyon szerencsés mondattal, az egész ország a keblére emelte, hogy ez a lesz. Igen. Most pedig ugyanez van egy rossz mozdulattal, ugyanígy a másik oldalt találhatja magát. Világklassz is neki minden egyes mozanatát figyelik, és helyes is, hogy így van, amennyire a jó jó volt, most annyira a másik oldalt ízleli, nyilvánvaló hibázott, nyilvánvaló meg lesz a büntetése azzal együtt én kapitánként másképp gondolkozok, de az apja lennék, akkor azért több dologról elbeszélgetnék vele, nyilvánvalóan az ő édesapja is fog. És akkor most menjünk tovább az eredményekkel. Mennyire vagy elégedett ezzel az úszó világbajnoksággal, az öt arannyal az elért eredményekkel? Hát nagyon. Ugye négy-öt érmet mondtunk ötlet, a medencében négy, bár hozzátenem, hogy ez, ez pont fel annyira, mint amennyi Budapesten volt, igaz, viszont ami Átírtuk a népi mondást, mert ugye minden arany, ami fénylik, tehát csak aranyéren volt, és a katka mellett most már három másik világbajnok is van, túl az, hogy továbbra is a hosszú a királynő, az a két szám, meg amiket csinál, az továbbra is kimagaslik, de látható az az utánpótlás, amelyik hosszabb távon meghatározó lesz később, és hasonlóan eredményes, mint a nagy elődök. A budapesti világbajnokságot említetted, egy kicsit beszélgessünk a körülményekről. Mi itt már a stúdión kívül beszéltünk arról, hogy nagyon szívesen jön a világ ide, minden úszó alig várja, hogy Budapeste jöhessen a körülmények miatt, az úszoda miatt, a város miatt. Mi az, ami különbség, és ami befolyásolhatja az eredményeket, mondjuk a budapesti aréna és a mostani vízes világbajnokság helyszíne között? A talapvető különbség azért az, hogy a budapesti Duna arénában Állandó körülmények voltak. Ez egy fedett légkondicionált helység volt, a, a koreai nem az. Ez két oldalt nyitott volt, és emiatt volt az, hogy egyes számuk borzasztó, gyengének tűnő ideeredmények voltak. Sehol nem ugrottak rá, de meg a Darnyi még bronzérmes lett volna 400 vegyesen. Ezzel az idővel egy térmet nyertek Budapesten 6 7 heted... Ennyire befolyásolja az eredményeket hát, a vízben? Hát bizony, mert amikor egy, egy, egy szél behozza azt a mérhetetlen magas párát, amiben mondjuk alig van oxigén, az, 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 megviseli főleg azokat, akik hosszabb távokat úsznak. Tehát ez nem egy konstans körülmény volt, emiatt is, ahogy máshol is elmondtam, én sokkal többre értékelem a kapásbogynak az aranyát, mint ő magát. És akkor nem beszélve Milák Kristóf világcsúcsáról, hiszen ilyen körülmények között világcsúcsot úszni, hogy azt mondod, hogy az eredmények messze alulmúlják azt, amit láthattunk az elmúlt években, azért az egy egészen hihetetlen, fantasztikus, szenzációs dolog. Egyes számokban azt mondtam, tehát ez a külső időjárásnak a függvénye volt, a Miláki úszás alatt meg kell mondjam, ideális körülmények voltak. Velünk voltak a körülmények? Hát így is, úgyis ennyivel nyert volna, talán Igen? még inkább, mert fiatalabb a többieknél, azért kevésbé viseli meg az ilyen éhes volt, nem is úszott még talán életébe, így hogy egy fő versenye van, ott egy számra csúcsformába föláll a tavaly az végúszta ifi ebét, felnőtt -ebéd, olimpiát közte beteg volt, érettségizett, jogosítványt szerzett, most pedig megértette azt, hogy még egy felkészülés kellett, és bár én már azért tavaly januárban jósoltam, hogy világcsúcsot fog úszni, Igen. úgyhogy ebben a részben nem lepődtem meg, de hogy ekkorát azért az még engem is megfogott, talán látszott ott a fejemet, fogtam a 150-es részidőnél, rendkívüli tehetség, ez így néz ki. A kutyajütő soha nem süllel. A tehetség ez erről szól, hogy megnyilvánul. Ennek volt egy klasszikus esete az ő teljesítmény. Miután ilyen jós tehetség, vagy légy szíves jó soly. mi De. lesz még a következő években tőle? Hát ők váltják le ezt a mostani nemzedéket, ezt a 30 év körüli garnitúránkat, valamint is jóval több is, mint Cselaci, a Hosszú Katinka, a Jakobus, és akik még hasznosak, eredményesek is ott vannak, de már látszanak azért az újak is a Kései ajnával, a német nándival, és vannak még itthon olyanok, akik most ki se jutottak, mert azért ezek mellett nem olyan nehéz csapatba, se, csapatba, kerülni sem. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy ez a 40 éve tartó sikersorozat, ezt folytatható. Késő Jajnával beszélgettél a versenyek után, mert szemmel láthatólag egy kicsit el volt keseredve. Hát közben is egy imádni való, nagyon értelmes tündéri kislány és hát én a csónyákat mondtam, még rám is szólt az edzője, mert nagyon zavaró volt az a kettő század másodperc. Hát most én hiába mondom azt, hogy nagyon megérdemelte volna, annak hogy én úsztam, még én is sok mindent megérdemeltem volna, az a sport az ilyen, azzal együtt elmondtam neki is, és nem azért, hogy vigasztaljam, hanem szent meggyőződésem, hogy sok érmet fognak még az ő nyakába akasztani. Rasovszki Kristófról nem beszéltünk most még, ugye az egy teljesen más világ, amiben ő versenyez, és hát azt azért most már az elmúlt időszakban lehetett tudni, hogy várható tőle a jó eredmény, mégis azért világbajnokságot nyerni még soha senkinek Magyarországon nem sikerült. Igen, ráadásul Rasó is nagyon fiatal ez a nyílt vissza, ez általában jóval idősebbek azok, akik az élen szoktak végezni. És hát a Rassó medencébe is nagyon 400 és 1500 gyorsan majdnem bekerült az utazó csapatba a medencébe. Tehát őt azért nem olyan könnyű ráadás, hogy ez egy küzdősporttal vegyített úszás, ahol a, 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 ugye nem tiszta vízbe úsznak, nem látnak semmit. És egy ilyen birkózással, ökölvívással, rugdalózással megtetézett úszás, amivel hát úgy látszik, hogy nagyon lehet tud igazodni és kimagasta a helytál. Hát központi figura, kedveli mindenki, nagy dumával, jó megjelenéssel, olyan, amilyen a mi fiunknak lenni kell. Akkor tehát összegezve Rasovszki, Kapás, Boglárka, Hosszú Katinka, Milák, Kristóf, ők szerezték az öt aranyat. Arra kérlek Csaba, hogy egy kicsit beszélj az edzőkről, mert amikor ilyen eredmények születnek, akkor ugye mindig beszélünk a versenyzőkről, ami teljesen természetes, de nagyon keveset beszélünk az edzőkről, és hát azért ők ott vannak ebben az eredményben nagyon-nagyon. Nagyon, és azért ez magyar sajátosság. Arra hívnám fel a figyelmet, ha visszaemlékeznek régen mondjuk a kubai ökölvívók, mindig az öreg szágára állt a sarokba, vagy a korcsolyázóknál, az oroszoknál, kucési, tehát egy-egy, vagy kihona, vagy jégkorongban, volt egy, -egy meghatározó. Vagy nálunk köcsibácsi, ha már... Vagy nálunk köcsibácsi, de itt meg sok van. Uh -huh. Sajnos elhúnt, hogy a Széles Sándor két évvel ezelőtt, aki a Gyurtának volt az edzője, de most jött Virt jött Selmeci Attila, jött Szokolai László akkor a Katinka önmagában egy jelenség jött, ment a férje, most a Petrovárpival is ugyanúgy veri a világot, és ott vannak még a az Zajnának az edzője, a Turi György és sokan mások, akik közel vannak az a Plagányi Zsolt, vagy a Nagypéter a BVSC-be, kapásbotok olyanokat mondanak, akik legrosszabbba is világban költödik helyzetjük van egy ilyen alapsportágban. Igen, azért az sokat mond, amit Petro nyilatkozott, hogy ő sokkal kevesebb felelősséggel és sokkal nagyobb fizetéssel élt Svájcban, és jött haza egy olyan feladatért Magyarországra, ami persze nem meglepő, hogy hosszú katinkával edzen, de azért abban volt rizikó bőven az ő számára egy edző karrierjében, azért egy ilyen lépés alakulhat így is, úgy is. Egyenes leszek, szerintem csak rizikó volt benne. Igen? Hát igen, mert most nyer a -e Katinka, eddig is nyert. Uh -huh. Most úgy gondolják, nyer ezzel is, azzal is az úszó a ez nem egyszerű. Hát persze, hogy nem egyszerű, mi tudjuk, de ha véletlenül nem így alakult volna a sikeresség, akkor azt egyértelműen az ő nyakába varják. Így meg azt mondják, hogy még jó, hogy hát most gondolja valaki olyan csoda történt, hogy megint a hosszú nyerte, negyedszer is mind a két számot. Hát én szerintem csak kockázat volt benne, de mondom most is, amit akkor is mondtam, egy ilyen korú, ilyen tudású, ilyen kapacitású magyar szakembernek itthon van a helye. A legnagyobb a történetben az, hogy ő hazajött. Minden sportágban beszélnek arról, hogy az edzőképzést javítani kéne. Az úszósportban nem kell gondolom javítani, de azok az edzők, akik hozzák ezeket az eredményeket, mennyire tudják átadni a tudásukat a fiataloknak, a kollégáknak? Hát gondozzák őket, eddig mondjuk 10-15 évig nehéz volt, mert nem volt szakedzőképzés. Most a fiatal edzőiket mindegyik az előbb említettek, küldik a TF-re a szakedző szakra, mert most ugye két év után újra indul. Érted, 14 év után most már második, harmadik éve indul újra, és, és meg is követelik tőlük szerződésbe, és így tovább. Itt azért van tankönyv jegyzet, a konferenciánk is olyan, hogy most is azért a legnagyobb amerikai, a John Urban csak az októberi konferenciára el fog jönni és itt fog beszélni a 83 évével, meg a mérhetetlen tapasztalatával. Szóval azért nem gondoljuk azt, hogy mindent tudunk róla, és az ahányház annyi szokás, mindenki mondhat valami olyat, ami aprót még kiszed bele, mondjuk a selmeci, és a világ nem 1,50 egész hetet ha hanem éppen 1,50 alatt. És ha már itt tartunk, akkor doktor Sós Csabából mikor lesz professzor doktor Sós Csaba? <laughs> Szeretném minni előbb, de úgy néz ki, hogy minden megvan hozzá, innentől nem rajtam múlik. Akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok ehhez is, Köszönöm. és természetesen az úszóknak is a továbbiakban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél el Köszönöm szépen a meghívást. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.